Még mielőtt bárki föltenne a kérdést, soha nem voltam együtt az orosz anyával. Gyerekek, én is így fogom kezdeni. Nem úgy mondom, mint hogy egy deciki vagy degelsz, hanem hogy nem merült föl benned, hogy egyszer fölvágjál egy baráti társaságban. Az a helyzet, hogy olyan sok jelenetünk volt, amiben te együtt kellett aludni, együtt kellett fetrengeni, taperálni kellett egymást. A győzelmi élethelyzet. Többet éltünk együtt. Minden élethelyzetben találkoztunk, ez tény és való. Tehát nekünk már nem kell. Mert hogyha az embernek van egy... Ez az alap, mi is voltunk együtt. Kát. Teljesen bukás. Jó. Okay. De egyébként ezt a részét nem tudjuk, hogy amikor tőled megkérdezték, hogy a Szabó Győző mégis milyen pasi, ugye érted, hogy hogy gondolom, Szonya, akkor mit mondtál? Ugyan már kikérem magamnak. Nem, az nagyon jó pasi, hát csak dicsérni tudom, rengeteget. De nem, de tényleg, tehát szállonda szobában laktunk kb. Tényleg azóta, egyébként a valami Amerikánál is az nagyon jó volt az elsőnél, hogy ugye azért ezek hosszú 12-14 órás forgatási napok, és ugye hogy pihen le az ember, hát székeken, de a színészek, akiknek ágyban van jelenetük, azok aludhatnak a díszlet ágyban, úgyhogy volt a saját ágyunk, a saját lakásunkban. De volt plegyka arról is, hogy mi is voltunk egymásnak. Nem meséljek, de azért velem is voltál. De voltunk, mi is voltunk együtt. Itt ezért mindenki mi. Fogjuk meg egymást kezdeni. Jaj, de jó, végre összejött.